Támogatónk a Ford Petrányi. A műsor üzleti innovációs partnere az Xperion Kft. Ha! 500! 500-at ejt. Legjobb. Bencével ezúttal a Speed Zone stábja Frankenstadtba indult. Ha nem tudod, hogy hol van Frankenstadt, akkor elmondom neked, hogy Baja. Ez a sváb neve neki. Ugye Bajáról tudni kell, hogy nagyon jelentős kikötő és erődítmény volt már. Már a vaskorban is lakták. Nevét valószínűleg első birtokosáról, török eredetű Bajáról kapta. Mondják, hogy a Bika szó jelentésével van összefüggésben, de ez nem igaz. Inkább maradjunk ezen a török vonalon. Hát Baját már pusztította árvíz, Pesti is, meg tűzvész, most meg megyünk mi. Szépen végig a 18.-19. század, most meg aztán itt vagyunk. Ugye az történt, hogy volt egy remek rendezvényünk Hódmezővásárhelyen az Axiánnal, amelynek ugye Baján van a legnagyobb telephelye. Tel is tele, csupa-csupa olyan géppel, melyeket nem állt módunkban kipróbálni, vagy felmászni rájuk, vagy beindítani, vagy cöccögtetni, vagy akármit csinálni velük. No de, nem adtuk ki az alkalmat, csatársorunk, mint kés a vajban elindult Baja felé, hogy belőjük a gólt, és kipróbáljuk mindenféle iszonyatosan hipermodern új nagy gépet, mert szeretjük ezeket. Nem csak az autókról szól az élet. Tudtátok ti például, hogy a mezőgazdaságban már nagyon-nagyon régen autonóm módon képesek dolgozni a gépek? Hogy bármikor képes elkölteni egy közepes gazdaság is 90 millió forintot egy valamire való traktorra? Na ugye? Hát most ezeket fogjuk megnézni. Ez a Speed Zone Agrar Zone. Visszagangolok egyet, jó? Hogy legyen egy szép a főcím, mikor kezdjük, akkor fel tudjuk vezetni. Na figyeljél! Figyelj! Villámváltás! Nem megyünk gyorsan. 90-100. Ahogy szoktuk. Ez a kis autó, melynek élő tesztjét amúgy megnézhetitek a Facebookon, most tényleg nem akarom bőlőre eletteni, ott mindent elmondtunk. Ez a kis autó a második legmérgesebb a Fiat 500 Abarth családból. Ez az 595 Competizione, ugye az 595 az eredeti Fiat 500 Abarth köpcenti, tehát a hengeri űrtartalmára utal, melyel iszonyatosan nagy sikereket arattak annak idején a 60-as években. Ugye az Abarth az Carlo Abarthról kapta a nevét, ő egy lényegében Fiat házi tunere volt, és saját autókat is gyártott, gyönyörű szép kreálmányai voltak. Ha emlékszel, Bence, amikor a Techno Classicán voltunk arra a kicsi 750 köbcentis versenyautóra, Abarth 750 Bialbero Rekord Monza Zagato kupét, egy elképesztően drága, és hát gyönyörű, picike kis tárgy. Azt is ő gyártotta. Szóval nagyon-nagyon értett a kicsi mérges autókhoz, és hát ez is egy ilyen kicsi mérges autó. Ennél följebb már csak a Biposztó van a ranglétrán, ami már egy becsövezett kétajtós tulajdonképpeni versenyautó. Ez egyel alatta van, 180 lóerős 1.4-es turbómotorja van, 1045 kiló, van alatta egy betonkemény Koni sportfutómű, iszonyatosan mérges, nagyon pici, elképesztően jó irányítani, és sajnos kikapcsolhatatlan a vezetésbiztonsági elektronikája. Legjobb esetben is csak egy ilyen imitált kerekeket fékezgető mechanikus per-szerű, de elektromos differenciál művet kapunk. Négy dugattyús Brembo nyergek, tényleg megáll 20 méteren, nagyon jól gyorsul, nagyon virgont, iszonyúan közvetlen a kormánya, nagyon rosszul ülünk benne, mert ezek a feláras karbon szabelt ülések nagyon magasan vannak, hát és 5 gangos, elférne még egy 6-os, viszont annak ellenére, hogy sokat forog, 9,4 litert fogyaszt százon,
ami azért tekintetbe véve azt a felhasználási profilt, ahogy én ezt használom, ezt az autót, ahogy kell, azért nagyon-nagyon jó érték, 7,5 millió forint az alapára, minden fillére ajándékért, azt mondom, annak, akinek egy igazán ideges, belevaló, tényleg egy gokart-szerű élményt adó autó kell, amivel egy igazi kis mocsok lehet a városban, mindenhová beférsz vele, mindenhová beparkolsz, nincs olyan rész, ahova még nem visszagangolva ne tudnál betenni. Na, ezzel megyünk most a létező legkisebb autóval, mondjuk a létező legnagyobb gépeket megnézni. Hát így. Na kérem! Itt a Peti, ugye? Ő itt a marketinges mindenes. Készített elő nekünk ezt-azt. Ez nagyon jó, ez nagyon jó, ez tévhitoszlatás lesz. De rég láttalak! Megvan, az ember mindig jobbat vár. Szevasz! Szevasz! Az ember mindig jobbat vár. Nem vár. Nem igaz, de nagyon vártok. Na, oszlassunk el először is egy tévhitet. Ez nem Bobcat. A Bobcat az egy márkanév, úgy mint a Flex, meg a Hilti, meg a izé. Ez hivatalosan, én tudom, mert már vezettem ilyet, javíts ki, ha tévedek, csúszó kormányzású rakodó. Igen? Kompakt rakodó. Nem is kompakt, nem is kellett ide. Ennyi, de kell lesz. Ugye a Gale, az egy amerikai gyártó, 1859-ben alapította Wisconsinba Louis Lucas, ne? Készültem. Majdnem George Lucas mondta. Majdnem, de az egy másik szemfényvesztő, mindegy. Szóval 2013-ban volt 40 éve, hogy legyártották az első ilyet. Magyarán már akkor ilyet gyártottak, amikor a Bobcat még alumínium talicskát se. Úgyhogy ez az igazi, amerikai. Mindegyikkel rajta van egy matrica, gyere Bence! Gyere! Ta-da-da-da, ennyi. Born in the USA! Büszkeséggel gyártva Amerikában. Ehhez képest, nyissuk már ki, ehhez képest... Yanmar. Egy igazi japán Yanmar szívó dízel az, ugye? 3300 köbcentivel, igen. Mert ugye az amerikaiak se hülyék, tudják, hogy mi a jó. De amúgy ezek jó motorok? Jó motorok. De az összes ilyen gépben ezek vannak? Igen, Yanmar motorokkal szerelik őket. És nincs is velük semmi gond? Euró 6-os gondolom. Normálisan karban tartják őket, ahogy a legtöbb gépet, akkor nincs ennyi. Ahogy a legtöbb gépet? De hát ezeket ütik, vágják igazából. Ütik, vágják, igen, és elfelejtettek, hogy ezekben is van légszűrő. Tényleg, nézzük már meg. És ugyanúgy ezt is néha ki kell venni, és igenis. Itt van egy légszűrő, tessék. Ezt is néha ki kell venni, és ugyanúgy meg kell néha ezt is pucolni. Ugyanúgy, mert amúgy nem szokták? Szóval... Hát, szeretik elfelejteni, de ugyanúgy meghalálja a törődést. Ilyen szép, szóval, kicsi légszűrő. Igen, meghalálja a törődést, hogy ezt az embernél kiveszi. És ugye amikor a... Teker, úgy, bajonettzáras. Amikor a gép poros környezetben dolgozik... Hátul. Ja, hogy ez ki lehet nyitni? Persze, bocsánat. Valahogy. Amikor a gép poros környezetben dolgozik, mert előfordul, akkor ugye szívja magába rendesen, ezért kell még az aránylag ilyen kicsi géphez is egy ekkora légszűrő. És hát nézzük meg, hogy a praktikum az mindenek előtt erre az iparágra jellemző, hát Bence, azért ez egy szép nagy termosz. Ez egy gyönyörű, tiszta légszűrő, ezt mindenképpen ki akarom próbálni, ez nagyon megfelel. A légszűrőt vagy a gépet? Nem, a gépet. Ugye munkaórában mérik ezeknek az élettartamát, ez hány munkaóránként kell szerinted így átnézni, vagy? Hát... Elvileg a légszűrőt, hogyha csak a légszűrőről beszélek, akkor elvileg minden nap végén... Minden nap végén, hát, aha. Ha poros körülmények vannak, akkor illendő lenne ezt minden nap végén csak kifújatni, vagy legalább kicsit megpaskolni, hogy a nagy por kijöjjön belőle. És anyagból van, szóval lehet, hogy kicsi ez a gép, de azért ez hány kiló? Hát ugye hátulját le kell súlyozni. 3 tonna ennek az össúlya ennek a gépnek. Azért jó az úgynevezett csúszókormányzású rakodó, mert nagyon-nagyon kis helyen lehet vele dolgozni. A hülye is meg tudja tanulni, én is. Tényleg nem nagyon bonyolult, igaz? Két joystick van benne, az egyikkel a haladási irányt tudod megválasztani, előre, hátra, jobbra, balra.
illetve a másikkal pedig magát a munkaeszközt tudod működtetni. És nem csak kanalat, most, hogy itt megnézzük pont a többi gépeket, villát tudsz rárakni, itt a seprűgépet, szóval ott van az udvart, ebbe tudod vele rakni, hogyha ha gané van. És mondjuk egy ilyen gép, ez egy kisebb, nem, az a legkisebb. Ez még mindig inkább egy kisebb, nem? Igen. Körülbelül mennyibe fáj, hogyha én otthon játszani akarnék egy ilyennel? 10+. 10+. Hát figyelj, szerintem megéri, nem? Azért ez menő. Hát próbáljam már ki. Bence, próba. Mit kell csinálni? Bemászok? Az első, hogy bemászol, és kinyitod az ablakot, hogy legyen kereszthúzat. Mert különben nagyon meleg. Hát amíg nem kapcsolod be a klímát. Azért elmúlt már az idő, amikor ez egy ilyen néger hely volt, vagy ilyen szolgahely. Hát a régebbiekben ugye nem volt klíma, meg hasonló. Gyere, be tudod adni a kamerát? Itt körbe kell nézned. Köszi. Kihúzom az ablakot, és akkor nagyjából talán én is tudok. De Peti, ez itt üzemóra mérő? Hát jól, igen, bocsánat, hogy a rasszál gyújtás, nézd csak itt a kulcs, adjál rá gyújtás, légy szíves. Miért pittyeg? Ne foglalkozz vele, hajtsd le, úgy. Mert csak most lehet elint? Ó, 3,2 üzemóra van benne. Igen, szóval egy alig használt gépbe ülsz most. Ez itt. Kézifék. Ez a krézifék. Ez a rögzítőfék, bocsánat. Na, itt van egy ablakmosó. Igen. De még van kettő, első-hátsó? Első-hátsó. Ez itt a gyújtás. Itt van az egyik, az ott a stáb. Hello, stáb! Bence és Peti. Ezzel mozgatod a... Magát a munkaeszközt. Itt van hozzá egy leírás, ott ahhoz nem tudod látni, hogy merre kell mozdítani. Rá fog jönni. De rá fogsz jönni két pillanaton belül, az pedig az irányváltó mozgatókkal. Indíthatom? Indíts rá. És dízeles kerregés. Na ilyen szépen finomány. Ugye, hogyha meg kicsit adsz neki egy kis gázpöccsöt, nyugodtan adja, nem mozdul most a gép sem erre. Hogy veszi a lapot, mi? Becsukom, mert hogyha megmozdul a munkaeszköz, ez hajlamos. Jaj, ne! Hajlamos feszakítani. Rakodjuk már valamit. Hát akkor gurulj vele hátra, keresünk egy dombot, és akkor ott tudunk vele rakni. Ez most csak előre nyomom, és még? Finoman odébb állok. Meg kell tapasztalni. Húsz hátra? Várjál, oké. Okay. Engedd el ezt akar? Most próbáld meg azt előre tolni? Jó, hát a kézifék! Jaj, hát a rögzítőfék! Ja. Nem figyelsz, az a baj. Hát, egyből megy a dolog. Oh-ho. Gyere nyugodtan! Nézd meg, vigyorog, mint Hordi lova, rohadt tökre. Gyerek, aki megkapta apától az új autót. Jé, Bence, minden kötél szakad! Medenceépítést vállalunk! Egyik, ugye ezt azért tudja megcsinálni, mert hidraulika forgatja a kerekeket is, ugye? Igen. Azt szabályozza a kerékfordulatot előre vagy hátra. Igen. Figyelni is kell, hogyha melletted állnak, mert tényleg nagyon hirtelen el tud menni, de ezt érzed, amikor vezeted. De nagyon, vagy... nagyon finoman persze kezelhető, egészen igen elképesztő. Igen, igen. Eddig jó. Kicsit, úgy, játssz a kanállal, kicsit billensd magadra. Úgy. Oda nézd. Egy igazi építőipari szakmunka. Na, ugye? Bence, hol a cipőd? Szépen megy, félsz, mi? Fussá! Kicsit lögd előre a joystickot, próbáld meg ilyenkor. A másikat. Kicsit hirtelen. Nagyon rákészült. Hey! Azt a Iha! Ja. Ez jó! Ó, nagyon menő. Na figyelj, megcsináltuk itt a rendetlenséget. Figyelj, mindent ki kell próbálni. Nem baj, megmutatom, hogy hol a mosó, gyere aztán. Jó, meg Peti, itt van nektek ilyen szerelőműhely is, nem? Több is. Van olyan, amiben meg lehet nézni egy kombányt belülről? Hát hogy ne lehetne? Úgyhogy miután leparkoltam alkalmi járművemmel, célba vettük a szerelőműhelyt, ahol éppen kombányokat raktak össze. Na, Bence baba, ugye?
Miért csináltunk mi Mercit? Tudod mi ez? Ez egy OM936-os soros 6 hengeres turbódízzel Merci motor. Az OM széria. Azt szeretjük. Tier 4-es. Ennyi. Én nekem lövésem sem volt, hogy a klasszba Merci. Azt mondom, hogy Deutz vagy valami mindegyik bez van. Igen, hát változó, most ezekben a Merci motorokat szerelik. De figyelj, akkor ez egy drága cucc. Ha nem? De kitermeli az árát. De nem, de most tényleg, hogyha el akarunk helyezni a termékpalettán, mert ugye van az a tévhit, hogy a Lamborghini traktor igazából egy középszerű cucc az agráriumban, nem? Szóval nem egy csúcs termék. Nem a top kategória. Árérték, egy nagyon jó traktor, de nem egy top kategória. És akkor mondjuk a Class, amit mindenki ismer, mert ebből sok van Magyarországon, meg sok volt régen. Hát az nyilvánvalóan egy felső kategória, és maga a Combine, az a mezőgazdaságnak a szintén a top árkategóriája is, hogyha úgy nézem. Mondjuk. Mert ezek a gépek végzik el a legfontosabbat a mezőgazdaságban, aratnak. Szóval ők termelik igazság szerint a pénzt. A legtöbbet vannak használva egy mezőgazdasági szezon alatt, de a legtöbbet ők hozzák, mert hogyha le kell alatni, akkor minden kombájnra szükség van. Meg ugye az az érdekes, hogy gyerekként ugye azt tudjuk, hogy a kombájn az maga egy egész nagy motor, de nem a francokat, a motor az nagyjából ennyi, hiszen a kombájn ez egy komplex betakarító szerkezet, ez mindent csinál. Hát ugye régen cséphadaróval verték magát a búzakalászokat, na most benne van maga a cséphadaró, benne van a szerelő, már be van építve, a szecskázó, benne van a vágóasztal, szóval nem kaszálni kell. Ezeket ez sok munkaműveletet egy ekkora gépbe beleépített. És akkor ez itt tulajdonképpen a motortér, nézzük meg, gyere Bence, megmutathatom? Ezt a hűtőt azt érdemes megmutatni. Hogy mekkora hatalmas nagy hűtője van ott. Szóval ez nagyjából ott az. Azt a mindenit. Jó, ennek mondjuk kell is, hogy iszonyatosan poros közegbe dolgozik. Itt a Merci motor, sor 6 henger dízel, örök élet minden fegyver. Egy meg gondolom van a hidraulika, meg a minden fille franc, ami visszaadom. Ami... És hogyha ezt ugye lecsukod, akkor a motor előtt ezt lecsukjuk. Azt a mindeni. Várj, ne a lábamra. Ez ezt lecsukjuk, akkor a magtartály az pedig itt van. Az a magtartály, ami használat közben kinyílik, és a felhordó csiga magát a terményt azt oda. Mi ezt már nézzük meg, és akkor ugye ezt itt hogy hívják, amit én mindig néztem gyerekkorom, hogy ez oka adja ki a magot bele. Ürítőcsiga. Ez egy ürítőcsiga? Igen, van benne végig egy csiga, ez kimegy oldalra. Hidraulikusan kihajlik oldalra, és meg tudod szabályozni a távolságát? Vagy a traktoristán múlik, hogy mennyire rutinosabb? Ennek nem, de vannak már olyan gépek, ahol lehet azt a távolságot szabályozni. De akkor magának a traktoristának nagyon tudnia kell, hogy milyen messze kell menni tőle, hogy milyen tempóval. Mert ugye együtt kell menniük. Persze. És hogyha mellé megy, akkor... Persze, de hát a kevésbé rutinos pilóták azok az álló helyzetben gyűjtenek. És akkor ide jön be a mag, menjünk már, nézzük meg, hogy hogyan működik egy ilyen... Menjünk be. Szecskázó, magtartó. Ugye? Honnan, menjünk az elejétől, jó Peti, gyere! Jó, hogy téged is várjuk. Hát gyere le akkor, kisfiam, hát segíts magadon, Isten is megsegít, ennyi. Ne álljon le, te se álljál le, Peti. Helyes. Add ide a kamerát, mert én kezelem. Na, most pedig végig kísérhetjük figyelemmel, ahogy Bence baba, nézzék csak, ahogy lemászik, hogy kis habos testével onnan lejön a nagy kombányról, ez körülbelül 3 méter magasan lehetünk. És nyilvánvalóan ez menet közben nem itt van, hanem ezt ugye mozdulattal fogod, és föltolod a helyét. Na, nézzük akkor innen az elejétől. Oké, az ott a kabin, majd oda másszunk már fel, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen onnan. Most menjünk fel, vagy a végén menjünk. Majd a végén, majd a végén. Gyorsan, hogy működik. Jó, mondd el. Egy percben úgyse tudod. Dehogy nem. Itt úgy, gyere Bence, ez itt a veszélyes rész. Bemegy, kirázzak ilyen, ennyi, kész. Na, nem, ez itt a veszélyes része. Bemegy, kirázzak ilyen. Igen. Itt mi történik, ha ide fölteszed a... Ide kell a vágóasztal, ami... Itt a vágóasztal. De ez egy gabona vágóasztal, ez itt, ugye itt szépen a butát itt vágja. Ez pedig egy kukorica adapter, ahol ugye a kukorica sorok gyönyörűen betalálnak. Ez azért van ilyen, mert így betereli tulajdonképpen a kukorica szárat. Meg itt ennél vannak bent ilyen csőtörő hengerek, már ebben bent, amik forognak.
és már azok a kukoricát, ugye, és itt van magát a kukoricaszárat húzzák befelé, aha, azt már úgymond szétroncsolja, és már ott kezdi a... És akkor tulajdonképpen a mag, az a rázó asztalon kerül ki a kalászból, mondjuk igen, a búzáról. Igen, ugye itt megy be a kalász, ugye magán a... Nézzé bele, kurva jól néz ki, nézzé bele. Szóval ezért nem szabad elaludni a búzaföldön, mikor jön a kombány. Tudod? Ezért nem szerveznek különféle ilyen mindenféle szípus fesztivált búzaföldön nyáron. Egy ozorára azért beszabadulna a kombánynál. De ugye itt bemegy az anyag. Igen, oda beközli. Ott beközlés. Menjünk hátra, mert hátulról tudom megmutatni, hogy hova érkezik maga ez az anyag. Ez itt már maga a magtár? Nem. A vaktartály az fölül van. Hogy ez fölül van? Igen. Ez mi lenne, nem? Ez az üzemanyag. Üzemanyagtár. És ha ide bebújjunk. Ohoho, üvence! Azért ez nagyon Terminátor. Na és ugye amikor érkezik be az anyag, itt van úgymond a szereltetés, meg itt történik a szalmarázás, meg maga a terményből itt ez ezen rászlódik? A téren, ez is ez, mozgást végez, egy ilyen... Ez így folyamatos? Ilyen ellipszis mentén? Ilyen ellipszis, nem tudom, hogy nevezzük, olyan mozgást végez. És ugye itt ide jön be az anyag, és itt történik ugye a magnak a kicsépés. Hova esik a magnak? Ide alulra, ez alá fog beérkezni a mag, ide lentre, oda beérkezik a mag. Hát nem fogod látni. Azért keresed, és akkor, fejedre vigyázz. Igen, és akkor onnan? Fejedre vigyázz, és akkor a mag egy felhordó csigával felkerül. De az hol van a két oldalán? A mag egyik oldalán van, majd belülről megmutatom, azt a fülkéből meg tudom mutatni. De felhordó csigával beérkezik a magtartályba. És ez itt néha jó Isten, amit ott látok, ezek a ilyen vas fűrészfogszerű vizék. Ott. Ez egy nagyon drabális gépzet. Látom? Az ott mi? Én nem. Látom, hát ez ugye a szalmazázó ládának a része az is. Ugye itt, és a torzsász hol kerül ki? Vagy ide hátul. Itt, és akkor kiszórja, ki okázja magából. Igen, és ez úgymond egy alapfelszereltség, hogy simán, ahogy látod is, fúrja ki magából. Viszont vannak pejva terítők, nem terítők, mint ami azon is van. Pejva terítő! Szépen a földön eloszlatja az anyagot. Na, itt látszik. Anyád. Azért itt van bordásszí, meg égszí. Hát igen, ugye magát a ládákat, meg mindent meg kell hajtani. Ez egy tetűbonyolult szerkezet, Peti. Hát ezek a mezőgazdasági gépek ma már nem egy motorból állnak, meg fogaskerekekből, hanem tényleg bonyolult hidrohajtásokból, szíjhajtásokból. És akkor nyilván ide jössz a kis laptopoddal, rászülöd a diagnosztikára, azt mindent tudsz. Megmondja, hogy mi a baja. Na, ugye? Megmondja, és hogy mi a baja. Kerül föl, sőt, a csiga felviszi oda a magtartályba. Igen. A magtartályba igen, pedig igen. A másik csiga, ugye kipiríti. Hogyha itt kinézzük, és nem csukom le, ami itt van oldalt ugye, aha, az ürítő csiga, ez szépen kinyílik oldalra, és akkor azon tudja a magot kiüríteni. Hát én azt mondom, hogy ez 200 millió forint. Nincs, az olcsó. Szaré, hogy én megkapod. Nincs, 100 környéke. Azért mit veszünk autóba? Bármit. Ha nem szabad lenézni a magazdákat, meg a parasztot, mert akinek ilyenje van, az vehetett volna helyette Ferrarit, meg még egy Porsche Cayenne-t is. De aki gondolkodik, az visszaforgatja. Aki gondolkodik, az visszaforgatja. Most ez a gép, ez egy vadi új gép, ez most a Nullrevízióját végzik. Szóval ezek vasúti kocsin beérkeznek ide Bajára, kerék nélkül. Ott felszerelték. Ott ledarúzzák, jön két nagy daru, fölkerekezik őket, lábon bejönnek ide, és az elejében korlátokat, olajszinteket, tehát az a Nullrevízió. Igen, de erre hogy rendszámozod le, vagy ez hogy működik? Kijön ide az NK-ha, aztán a Pride rendszámot? Ezek általában zöld rendszámot, ezek az összegi rendszámot szoktak kapni. Az szóval... piros vagy zöld? Zöld. Régen a piros volt, most már zöld. Ugye, az a nullás emós rendszám. Figyelj, ez nagy itt a hely. Kezelőszervek, Cebisz rendszer. És hát itt, ha belátsz a magtartályba, most a kamerával nem tudom, hogy be fogsz látni a magtartályba, meg ez még a szerelés alatt van, de itt van a felhordócsiga, ezen jön be az anyag, és utána... Magyarán ez azért van itt, hogy a sofőr az, vagy a vezető, a kezelő, a gépkezelő azt tudja figyelni, hogy mi a helyzet. Persze, látja ugye magát. De figyelj, miért van két ülés? Hát, hogy tudjál vinni operatőt magaddal, meg ilyen videót gyerekeket. meg a váltást el tud vinni magaddal. Úgyhogy itt is ilyen kisebb rekeszek, mint egy személy autó. És gondolom azért van ennyire üregezve a fül, minden irányba. Itt csak a telefontartó.
is külön be tudod rakni, bár ez már nem az okostelefon méretű, de ezt ide külön be lehet. Ide befér egy kézitéres üdítő. Várja, lassan. Ja, jó, oda befér az üdítő. Kézitéres üdítő. A klíma természetesen van. Digit klíma. Öregen fullos. Országúti haladás. Országúti haladás. Meg ugye tényleg innen belőle vezérelsz minden. Hát ez egy manuális váltós, itt tudod neki adni. Három gang. Ez egyszerűbb kivitel. De hát ez is hidraulikus hajtás, akkor igen, hogy van lehet a váltó. Hát ugye a motor teljesítő különböző terepfokozatokhoz tudod szabályozni. És akkor tulajdonképpen erről a joystick. Igen, ezzel pedig a sebességet tudod neki adni. És mivel kezeled meg át a vágóasztalt, meg a mindenféle? Azt innen kezeled, innen erről az egy joystickról. Ugye ezzel az előre menet, hátra menet, ezzel tudod a vágóasztalt... Tökön, mint a vadászgépbe, érted, ez a hotasz rendszer. Innen tudod kezelni az ürítőcsigát is, szóval lényegében minden... És hogy ugye a kormány ez nem áll ilyen hülyén, hanem ezt ott fogod, reteszel. Hát ezt akarod, így is, meg így is. Jó, lehet ilyen sportosan is ülni benne. Egyébként, ha megfogod, ezt egyébként a Merciben simán el tudnám képzelni. Sportkormány helyett. Nem egy momó, de azért de van olyan fogása, az az ember érezheti azt, mintha felsőjel lenne. Nem tudom, mennyire van szerviz alatt a gép. Hát van áram alatt, van Ohó! És akkor ott van ezt is. Opa, 12 voltos és 24 voltos rendszer is van rá? Igen. Nézd, öregem, érintőképernyős? Nem, itt van hozzá egy kis kezelőfelület. iDrive-os, mint akár a BMW-k. Mindjárt ennek kell egy kis időt, mezőgazdaságban nem kapkodunk, nem lóverseny. És most mindenféle infót meg tudsz nézni? Igen. GSM mobil hálózatba be akar jelentkezni? Persze. Igen. Mert hogy? Mert ezen rajta van a Cebis rendszer, amivel otthon a gazda követni tudja már a Telematics rendszer, ez a Klassznak a saját rendszere, és ugye itt van, látod, hogy Telematics on board. Folyamatosan tudja nézni, mi történik a géppel? És nagyon jól szemléltetik ez az ára, hogy én ott a házamba, és azt is meg tudom nézni, nem csak a pillanatnyi fogyasztás, hanem akár, hogy mennyit takarított be, hogy jól beállított-e. Úgyhogy ez ma már nem az a GPS rendszer, amitől félnek akár a gépkezelők, hogy a bokorba el tudok tudni 2-20 literes kanna gázolajat, hanem tényleg ez már az ő segítségükre is van. Sőt, a szervizes kollégák vannak ennek a Telematicsnál is több csomagok. Ja, bocsássál meg a könyöklő. Igen. Jújjúj! Hát azért el lehet ebbe képzelni ezt-azt. Nekem nincs olyan. Hát főnök az főnök. Te az utolsó. Most azért én összeálltam itt az egyet meg egyet, hogy érted, itt hidraulikus ülés, árnyékolók mindenütt, aha, klíma, hifi. Hát azért kombányban történhetnek dolgok, ugye tágáskabin, üveg. Te el tudsz nyújtózkodni. El. Többet magadban. Ne. Kicsit hátrébb is tudod tűzni. Nagyon főnök, Bence! Én kombányos akarok lenni. Egyelőre azonban be kellett érnem azzal, hogy traktoros leszek, de nem akármilyen. Na, Bence! Mesélj! Ezt úgy hívják, hogy... Vontatott permetező, de ne gondold ám, hogy 2017-ben ez csak úgy van, hogy hozod ragaddal meg, ez nem történik semmi. Menjek közelebb a Petihez? Én meg akarom neked mutatni a beépített WC-t, ami igazából nem az, de végszükség esetén. Ja, ezt így... Lenyitod! Igazából itt keverik be... A vetszer. Figyelj! Na? Gyere, nézzél bele! Tudod, kipufogó mosó, kipufogó fürdő. Ide beteszed a vetszert. Ez azért van, mert megtanultam az okosabbaktól, akik ehhez értenek, hogy ne kelljen oda a francba felcipelni az 5 meg a 10 literes kannákat. Itt belelöttyinted, és akkor hogy csinálod azt ott? Lefelé? Igen? Be kell, de figyelj! Mi? Ahonnan akarod? Kivotom. Azt ne húzzak be a kórnapot megkicsinálni. Tényleg? Úgy tudsz, hogyha nagyon kicsúszott volna, tudod? Akkor még az ilyen lábszáradat is le tudod csapatni vele. Na? Nézd meg, full vezérrel. Össze van kötve a traktorral, a milyen busznak hívják ezt? Izobusz. Olyan, mint a vadászgépeknél a Link 16 meg a Link 32. Mindent onnan vezérelsz föntről. És hát nézzük meg talán a traktorok Rolls-Royce-át. Hagyj mutassam be neked, Bence, mert kedves nézők. Ha leállítanánk, akkor mennyivel jobb lenne, mi?
mert akkor nem lenne jobb? De tudni kell róla, hogy a Fendt az valamikor a 30-as évek végén alapította, és ugye itt van az összefüggés az X-Men meg a Fendt között, Xavier Fendt, ugye ő volt az öreg kovácsmester, aki csinált magának egy traktort, olyan kicsit olyan, mint Lamborghini, csinált magának egy traktort a fiaival, mert nem volt elégedett azzal, ami volt, az egy 6 lóerős traktor volt, aztán így kinőtte magát. De, nagyon fontos, ez a felirat itt, kicsit hangosabban fog beszélni, tudod? A Vario, az a nagy trükkje a Fendtnek, hogy ez olyasmi, mint a Flex, meg a Bobcat, meg a Hilti, hogy igazából minden fokozatmentes váltóművet Variónak hívnak manapság, holott a Fendt volt az, amelyik a 70-es évek vége felé kifejlesztette, csak akkor nem volt rá lóvé, és azt hiszem 96-ba mutatták be először a fokozatmentes váltót, könnyebb lesz az élet, és hát szép. Nem véletlenül nagyon jó minőségű és nagyon drága traktorok ezek. És akkor így együtt ezek ketten beszélgetnek, itt a mindenféle izobusz csatlakozón keresztül. Ezt tudja, hogy abban mennyi a lé, mennyi a cucc, milyen magasan lehet tartani, és azzal demózott a Peti, most figyeljetek, de most így akasszák a hóhért, hogy te olyan szintező van, Pistikém, ráteszed a korsósört, nem lötyök ki. Hogy annyira tudja, hogy is van, terep követ, vagy mit csinál, viszintesbe tartja? Követi magát a terep viszonyokat, és viszintesbe tartja, szóval... Na jó, de hova teszed a sört? A végére? Vagy oda? Nem végére, mindegy, csocsó. Végére. Na, akkor most kipróbáljuk, én fogok vezetni. Magammal tolok ki, hogyha kilötyög a sör, mert akkor nem ihatom meg. Amúgy is Bence vezetne hazafelé, mert fogja a hideg az 500 abarté. Beszéljük meg a játékszabályokat. Ki vezet? Te. Aha. Jó, először? De rendesen önts meg, Peti. Habozik, persze. Jó. Na. Na, akkor menjél te fel először, én meg vezetek, jó? Hát akkor te mész először. Én megyek? Aha. Mester! Figyelj! Csukd be ott? Csak hogy legyen klíma, nehogy már itt megfőjük. Bezárjuk. Ezek mik ezek itt te? Ezt lejjebb veszük. Peti, ezek mik? Szia, Bence! Ez például ez mi? Hát az például, hogy hátul rá akarsz akasztani egy munkaeszköz, van a vonófej. Igen. Nem kell kiszállnod vonófej ízére, itt meghúzod. Fölölj a vonófejhez, és ez itt is mennyi? Ez általad csupa-csupa adat átvitelni. Terminál csatlakozók. Mi? Terminál csatlakozók. Izobusz csatlakozó, minden literre a vetőgépek, a monitorák még ilyeneket át tudsz kötni. Nagyon durva. Na figyelj, azt mondták, hogy kézifék, és most azt mondod, hogy ha így megyünk, jön velünk a permetező, és nem fog róla esni a korsó, igen? Igen. Finom. Hát, finom van? Persze nézve finom van, aztán majd meglátjuk, hogy mit mutat. Van ilyen verseny, tudod? De a korsót nézzük, meg van még? Oda néz. Még megvan. Ez egy kicsi gáz vagyunk neki. De mi a kicsi nektek? Mert... Nyomjad neki. Adagoljad neki a gázfelet. 1,3-mal megyünk. Nem az a... Jó, hát azért adjál én neki. Egy ilyen 5-6-ig szépen vasárnap fölgyorsul. Akkor az egyébként. Nézed ma Bencét, mert ne menjünk ma át a budapesti fél. Én Bencét nézem, nincs azzal baj. Jó, hát... Oké, tankódik el is ezzel, hogy menjünk nyugodtan. Kannázzunk egyet. De azért jó, menjünk még egy kicsit, Bence, mindjárt megmondjuk, hogy álljál félre. Jújj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 ! Na, de megvan. De megvan, látod? Szóval kiszintezi ő ezt magának. De most valamin átmentünk, ami nem tett. Hát de, hát bukkanó, hát aztán tudom, hogy előfordul. Nekem nagyon szükségem van erre a sörre, Peti. Ez most a technikám múlik. Magyarán akkor most csak a gáz kell nyomni. Igen. A regenesen mindig tele van a korsó. Na most mindjárt fordulni fogunk, nem? Hol várj, ez most egy nagy bukkanó lesz. Ugye most be van kapcsolva a kormányzása a vontatott permetezőnek. Hidraulika munkahengerek kormányozzák azt az egy tengelyt. 15 km/h sebességig. Az fölött már nem, hogy nehogy felborítsa magát. Próbáljuk meg kanyarodni? Lassan kanyarodj, persze. Áj! És a kanyarodás már nem, de az egyenes az tökéletes volt. De most nincsen sörünk. Jó, hát a sört azt elbuktam, de cserébe traktoroztam egy jót. A végén rodeóval. Munkavédelmi szempontból aggályos pozíciómat teljesen önszántamból vettem föl. Itt ugye nem nagyon kéne állni ilyenkor, de nagyon kemények vagyunk. Ennyike? Mi? Speedzone, Agrárzón! Le Istvánnal!
Umehoffer Péterrel és a Fent traktorral, meg a vontatott permetezővel. Visszajövünk a jövő héten is, még érdekesebb dolgok fognak történni. Tartsanak akkor is velünk, Facebook, YouTube. Én meg most egy kicsit rodeózok meg a traktoron. Lőjed neki, Petikém! Lőjed neki! Woohoo! Szátóföldön szörfözni. Rodjatott térdek, lazaláb, ez az. Gyere, Peti, Peti, menjél! Menjél, menjél, húzzad, húzzad, húzzad! Yeah! Támogatónk a Makma Kft. A műsor támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda. Jones Way. Professzionális szerszámok.